Üdvözöllek! Ebben a feladatban megnézzük, hogy hogyan lehet meghatározni a halászati kvótát. Jelölj XT a halak mennyiségét egy tóban. Mennyiség alatt tömegét értjük, tehát többnyire ez tonna szokott lenni. Tegyük fel az egyszerűség kedvéért az exponenciális növekedési modellt, x vesző t egyenlő k szor xt. És kezdeti időpillanatban x a nulla helyen az egyenlő x index nulla, valamilyen pozitív szám. Hogyan állítsuk be a h pozitív halászati kvótát, ha azt akarjuk, hogy xt mindig pozitív legyen, tehát mindig maradjon a tóban hal. Ugye, ha kifogjuk a halakat, akkor csökken a tóban a halak mennyisége. Ezért differenciál egyenletet a következő képen kell módosítanunk. X vesző t egyenlő k szor xt mínusz h. Nézzük meg, hogy van-e konstans megoldás. Ugye akkor, ha konstans az x, akkor azt jelenti, a deriváltja nulla, és akkor az egyenletből egy egyszerű osztással megkapjuk, hogy igen, van egyensúlyi megoldás, az xt egyenlő nagy h per k. Keressük meg a nem konstans megoldást. A differenciál egyenletet átalakítva és a változókat szétválasztva a következő összefüggés lehet felírni. Integráljuk mindkét oldalt. Ugye az egynek az integrálja t plusz c, c tetszőleges valós szám lehet. Reciprok függvény, akkor annak az integrálja logaritmus abszolút érték kx mínusz h. Azonban ez egy összetett függvény, és hogyha ezt deriváljuk, és amikor a belső függvényt deriváljuk, akkor azt kapjuk, hogy egy k-t kell ide kiírni az elejére. Hogy ez ne lejjen meg, ezért kell ide írnunk azt, hogy 1 per k. Szorozzunk át a nagy k-val. A nagy k-szor c-t továbbra is c-vel fogjuk jelölni. Ez egy tetszőleges valós konstans lehet. Ebből az összefüggésből szeretnénk a logaritmust valamilyen módon kiküszöbölni. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az egyenlet mindkét oldalát e-adra emeljük. Akkor azt kapjuk, hogy abszolút érték kx mínusz h egyenlő e-ad kt plusz c, azaz e-ad kt szer e-ad c. Az e-ad c-t továbbra is c-vel jelöljük. Tehát egy olyan összefüggésünk van, hogy abszolút érték, kx mínusz h, abszolút érték, egyenlő c-szer e ad kt, ahol a c tetszőleges pozitív konstans. Ha elhagyjuk az abszolút értékelet, akkor a c elé azt kell írnunk, hogy plusz-mínusz. De ezt, ahogy ezt megszoktuk már, talán a differenciálhatók. Témakörben ezt továbbra is c-vel fogjuk jelölni, és csak annyi kikötést teszünk rá, hogy a c egy nem nulla, egyébként tetszőleges, valós szám lehet. Ez egy lineáris egyenlet, amit hogyha megoldunk az x-re, akkor ezt az összefüggést kapjuk. Észre lehet venni azt is, hogy ha a c helyében nullát írunk, akkor megkapjuk az egyensúlyi megoldást. Tehát azt a kikötést, hogy c nem egyenlő nulla, el lehet hagyni. Így néz ki ennek az egyenletnek az összes megoldása. Nyilvánvaló,
hogyha a konkrét valós feladatról van szó, akkor azt a kikötést azért meg kell tartanunk, hogy a C az egy nem negatív valós szám. Tehát vagy nulla, vagy pozitív, negatív nem lehet, mert az exponenciális függvény akkor ez itt előbb-utóbb egy negatív halmennyiséget eredményezne. Tudjuk a kezdeti feltételt. A nulla időpillanatban x index nulla hal volt a tóban. Tehát mondjuk, amikor betelepítik a halakat. Írjunk ide be a t helyében nullát, ugye e ad nulla az 1, az x a null helyen az, az x index nulla, és akkor ebből meg tudjuk határozni a c értéke, az x index nulla mínusz h per k. Ezt a C értéket akkor helyettesítsük vissza az általános megoldásba, és akkor megkapjuk a kezdeti érték probléma megoldását. Mit szeretnénk? Itt a H az egy paraméter, amit próbálunk úgy megválasztani, hogy a tóban mindig legyen H. Tehát ez a mennyiség soha ne legyen nulla. Mindig pozitív legyen. Ez mindig pozitív. Ha ez pozitív, akkor rendben van. Ha ez a mennyiség nulla, akkor ez itt nincs, akkor ugye megkapjuk az egyensúlyi megoldást. Ha viszont ez a kifejezés a zárójelben negatív, ez itt viszont egy exponenciális függvény, akkor ez azt jelenti, hogy elegendően nagy t-től kezdve ez az egész kifejezés negatív lesz. Tehát el fogja érni azt a pillanatot, amikor tóban az összes hal ki lesz fogva, az nem jó nekünk. Tehát úgy kell megválasztanunk ezt a nagy H-t, ebben a zárójelben levő mennyiség, ez ne legyen negatív. Oldjuk meg azt az egyenlőtlenséget, hogy x0 minusz h per k nagyobb egyenlő, mint nulla, a H-t keressük, tehát úgy kell megoldanunk, és akkor ebből ezt kapjuk, hogy a H az kisebb egyenlő, mint x index 0 szorozva k. Megjegyzés. Ugye egy egyszerűsített populáció modellt használtunk. Korábban láttuk, hogy amikor a népesedést néztük több száz évre, hogy ez a modell nem jó. Miért alkalmaztuk itt mégis? Azért, mert a halak, általában egy halastóban pár év az élettartamuk, és ilyen rövid élettartam esetén lehet alkalmazni az exponenciális modellt. Ha valaki pontosabbat szeretne, akkor alkalmazhatja természetesen a korlátozott szaporodási modellt, egy kicsit más összefüggés fog kijönni belőle.